Nagyon szépen köszönöm először is, hogy eljöttél, és főleg azért is, mert nem csak abban a témában váltunk szót, amire mindenki gondol, mert hát természetesen mindenkinek eszébe jut az Izilabor. Aztán nagyon sokaknak még az is eszébe jut, hogy hát az, hogy előadó művész vagy zenész, dalszerző, verseket írsz, nagyon sokat, köteteid jelennek meg, erről is azért nagyjából tudnak, de én nem ebből az apropóból hívtalak, hanem csak emlékeztetem a kedves nézőket, hogy már a múlt héten beharangoztuk, hogy folytatjuk a Magyar Operett napjával kapcsolatos beszélgetést. Nagyon jó. Mert Vince Lilla volt a vendégünk, és mert hogy október 24-e 2002 óta a Magyar Operett napja, mert akkor volt ugye a 120. évfordulója a nagyszerű szerzőnek, hát erről már beszéltünk, és azt hiszem itt vannak a nagyszerűek, a nagyok, a Lehár Ferenc, Kálmán Imre, a legismertebb a Csárdás királynő, Ábrahám Pál, nem sorolom tovább, de ezért mondom, hogy az apropó neked, mint a sokrétű művésznek, mi a véleményed egyről, másrészt milyen viszonyban vagy te az operettel, mint műfaj? Ha most nagyon rockzenész akarnék lenni, akkor azt mondom, hogy kérem magamnak. Véletlenül se így van. Az én egész életemet végigkíséri az, hogy az édesanyámnak operett szintű, vagy majdnem operai szintű hangja volt, és ugye nem engedték a szülei, hát paraszt családból jött, nem mehetett színész, nem lehetsz, meg ez nem lehetsz, az nem lehet, és az egész életét végig énekelte. Otthon, lakodalma, itt-ott-amott, föllépegetett magának, barátaiknak, itt tudom én. És imádta az operett dalokat, jól is állt a hangjához, ez a kicsit ilyen falzetes fönti magasság. Úgyhogy én, nekem egy fél Honti Hanna volt az anyám, és hát... ismerek is egy nagyon sok dalt épp ezért. Tehát a tévében is nézegették, apám nem nagyon, mert focista volt, tudjuk, a focisták azok csak akkor operetteznek, ha isznak egy kicsit, de az anyám nagyon sok dalt is. Egyébként csak visszamenőleg az előbb, mikor mondtam itt a 120. évforduló, csak éppen azt nem mondtam, hogy Kálmán Imre születésének volt a 120. évfordulója. Na most, hát én itt a szerzőket, hogyha nézzük ezeket, a nagyszerű szerzőket, akkor te most nem mint focista, ahogy mondtad édesapádat, akkor te nézegettél is ezek szerint operettet, vagy mostanában például nagyon sok, most nem a különféle tehetségkutató versenyek idézőjelbe főhőseit szeretném szóba hozni, de hát vannak. Még most, ott is énekelnek operettet. Ott is énekelnek operettet, de hát például van azért most nem csak az Operett Színházban, hanem nagyon sok színházban is, most nem is említem külön a budavári koncerteket, szóval azért neked, ami tetszik, mi tetszik, és mi nem tetszik esetleg az operettben. Kezdjük azzal, ami tetszik, kezdjük a jóval. Nézd, az operett örök. Hát ez tehát ilyen alapon, aki ezt lehet megtagadni, lehet elfogadni, de ugyanolyan, mint mikor valaki csinál egy nagy sikert, és akkor lehet róla beszélni, hogy jaj, én nem szeretem, utálom, jaj, én imádom, jaj, én... Az operett ugyanez. Az operett bejárta a maga útját, megszerezte a maga közönségét. Nagy hatalom vagyunk. És főleg itt lenyűgöztük Ausztriát, Németországot, mit tudom én, miket. És én úgy gondolom, hogy az operettet nem érdemes minősíteni. Ebben igazán. Hanem azt kell mondjuk, hogy hát igen, ez egy kicsit, hogy térjek át a másik fele, egy kicsit elavult műfaj, nem modern, nem valami olyasmi. Na de hát, édes Istenem, ez is elavult, hát aztán mégis van. Nyomják. Tehát na. Aki szereti, slágerdalszöveg vannak, nagyon jó szöveg, humor, nagyon jó szerzőkkel, tehát itt ez nem véletlenül lett, és amikor, hát én még Sinkovics Imrét is láttam operett színpadon, és meg hát vannak ilyen félig meddig operett, majdnem musical régebbről. Igen. Ilyen, mondjuk azt, hogy daljáték. Daljátékszerű valami, hát mondjuk az a Kodály volt főleg. Igen. Legalábbis azt adultuk. Igen.
De hogy sok, sok olyan mű van, amit sorolhatnánk reggelig. Persze, hát na slágerek most, vannak. Hát Feneki Kamilt ma is tudom énekelni, ha kell, hogy francia király belépőjét, amit tudom én. Na, akkor az első sort, hogy van kicsit helyt. Szívem szemet, ennyi. Valóság. Megkonstatálom. Ez az, de hogyha már Feneki Kamilt mondtad, hát azért nem véletlenül lettünk mi operett nagyhatalom, mert hát Honti Hanna, Sárdi János, Simándi József, és én még azt is tudom, hogy Miklósa Erika. Na most ezt azért mondom csak, mert mind arra jutott eszembe, hogy az előbb mondtad, hogy falzett, hogy ez a kicsit operett hang, hát akkor nem lehet összehasonlítani, vagy mégis össze lehet hasonlítani mondjuk Honti Hannát és a maiak közül Miklósa Erika hangjával? Abszolút össze lehet hasonlítani. A Miklósa Erika mindenképpen egy más karakter, egy kicsit komolyabb hangtechnikával rendelkezik, de hát a Honti Anna szűzanyám. Hát most miről beszélünk? Nem kell énekelnie már egy idő után. Igen. Amikor abban a korban kijött, hello! És akkor ennyi volt. Ennyi tehát volt. Az, a nagy szeretet az ott volt mindig. Aha. De hát a két latabár. Hát ajaj. Ott megszokottam még a mai napig is, hogy bejátszanak ilyen fekete-fehér latyi dolgokat. Így van. És Rátonyi? Hát Rátonyi Róbert meg a, ugye azt tudjuk, hogy a Gávögyi barátomnak a kedvence volt. Ő vitte be a Gávögyit a szakma rejtelmeibe. Igen. A Rátonyit meg azért lehet írtozatosan szeretni, mert bármilyen modoros is volt, amit csinál, mert szerintem hát az volt. Persze, nagyon sokan azok, de beleférnek. Egy hajtós ember, az egyszerűen bármit, mindenhonnan elővette. Így van. És jól énekelt, hát ezek jól énekelnek hát, azért. Ma is az operettisták szerintem jól énekelnek. Na most kicsit beszélünk rólad is, ha lehet. Hajmási nem, most Péter következik. Na most nem az írásodra és a verseidre gondolok még először, hanem hát annak idején 1986, ezt tudom a dátumot, Zizi Labor, a faképnél történő hagyás, és az aztán igen. Szétment, aztán összeállt a társaság, de mondom most nem elsősorban ezért, hanem oda akarok kilukadni, hogy ezt olvastam, de szeretném, ha szólnál róla két mondatot, méghozzá így olvastam, hogy ti hoztátok először a világon szóba az etnopopot. Mi? Nagyon sokan biztos nem tudják. Mi az? Mi volt ez? Etnopop. Az etnopop egy irányzat volt, ami hát nem közvetlenül utánunk érkezett be, de mi, a mi csíráztatásunk is benne van a dologban. Amikor 86-ban kivitték a videoklipünket, aha. A Miden Fesztiválra, Kámba, és ott tömegek álltak a pavilon előtt, azért, mert soha nem láttak ilyet, hogy egy fazonot szánt egy hülye csíkos nadrágba, asszonykorus népviseletbe, tangóharmonikázás, stb. Nekik ez olyan volt, mint a balalajka kelet. Igen. És maga az etnó, amit aztán később, most csak Enigma, vagy Deep Forest például, igen. A Deep Forest egy nagyon jellemző, mert magyarokat is megcsinált. Tehát ez az egy olyan stílus volt, ahol először ugye bekerült a tiszta népzene. Igen. Mert azért a Szörényi Leventéket nem szabad ebből a szempontból kihagyni, mert ők azt piszkálgatták ezeket a motivumokat, de például nekünk a Mama Mama című első lemezen levő szinte ének nélküli dalunk, abban Bartóknak is ott van egy, tehát idézzünk igen. benne Bartókot, tehát majd már induláskor is egy ilyen elhatározással. Hát akkor megvan, de azért tehát mindenféleképpen, hát most nem akarom azt mondani, hogy néhány napval vagyunk túl, meg a születésnapodon, de hát azt tudom, és ezt nagyon jól tudom, ismerlek elég régen, hogy utálod ezt az egészet, és nem szeretjük. Hát, szóba hozni is nem érdekel, kész. Igen, én mert tudod, mi akik a színpadon vagyunk, mi azt szeretjük, hogy ott ünnepeljenek, ha éppen, mert akkor tudjuk, hogy jók vagyunk. Így van. Na, a másik dolog, hogy hát sok mindennel foglalkozol. Most mindjárt megmutatjuk ezt a könyvet is, és hát producer is vagy, és én itt fölírtam magamnak direkt azt, hogy gyerekek az életedben, könyvek, kalapvásár, ördögfiókák, vigyázat, varázslat, ez egy musical, ugye? Ez 91-es igen, musical. És itt van egy kötet, a versvirágok, és akkor most nem mint producer. És ez már felnőtt. És ez már felnőttek.
Mert gyönyörű, szép versek vannak benne. Frankon ilyen jól is verset. Nem, ezek mind nyúlások. Igen, és vannak benne faludi, nagyon szép képek. Tudod, a faludi nyúlt a víjon. Igen. Illetve úgy volt, hogy kiderült róla, hogy egy jó csomó verset újraír. Tehát, hogy nem lefordította, igen, hanem ő egy kicsit magára. Na jó, hát karinti fordításban is a Mici Mackó jobb, mint az eredeti. Na, akkor itt van most ez a könyved, az Idő rozsdafoltjai versek, gyönyörű szép kiadvány. És vannak benne ebben is rajzok, abban meg hajjaj, fotók, képek, minden. Ez azért mondom, hogy most már felnőtt a dolog. Ezt azt nézem, hogy köszönöm szépen, hogy elhoztad. Ez mikor jelent meg, mennyire új? Most a fesztiválon, teljesen új, a könyvfesztiválon dedikáltam Kocsis kiadó kiadásában. Uh-huh. És, ez itt a reklámhelye volt. Hát, bocsánat. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Igen, rendben, meg is értem. Hálás vagyok nekik, de na jó, tudom, természetesnek tudom. Gondoltam, hogy ők adták. Hát világos, hát nem. Mert ez a közé küldetés, tehát ez azért nem üzlet. Így van. Ezt akárhogy reklámozod, ebből nem fogsz megélni. Ez egyrészt, másrészt én ezt... Főleg az én verseim. És nagyon jól tudják a drága jó nézők, hogy én mindig kikérem magamnak, mert egyrészt úgyse a kiadó érdekli a közönséget, hanem a szerző, persze, vagy az előadó, és hogyha megszabad mondani, hogy melyik színház hol van, és ki a főszereplő, akkor ezt, igen, is még ne lehetne megmondani. Tudod, ez a tipikus, hogy ugye ma föllépsz valahol, valamelyik városba, valamelyik házban, valamelyik helyen, és valakivel. Hát ez nem megy. Na, szóval akkor még minden esetre csak annyit, hogy mivel foglalkozol mostanában, mert azt hiszem, hogy azért nem ülsz a fenekeden. Hát, azon kívül, hogy megvan a szinkronstúdió, producerkedsz. Hát igazándiból ez a verses kötet volt, nagyon boldog voltam, amikor befejeztem. Uh-huh. Utána jött a nyár, amiről tudni kell, hogy én a mai napig öt asszonnyal nyáron nyomulok. Így van. Télen nem nagyon szeretem a gázfűtést, meg kiszárad a garatom. Tehát nyáron lépek fel inkább. Az és akkor öt új asszony? Öt, hát új, van amelyik 18 éve van velem, igen, van amelyik 6, van hát amelyik... Hát jó, hát az eredeti meg az... De ők, az igen, ők, hát hogy is mondjam, egy más korosztály. Persze, hát na. De nagyon menők egyébként, tehát olyan koreográfiákat csinálnak, mint az Ihajla. Aha. Nem úgy van, mint régen, hogy lü, hanem pörögnek, kidemenek, oda mennek, összeállnak, szétszakadnak, de nagyon jó pofa az egész. De jó. Hát akkor ezzel megvagy. És szeretem őket nagyon, azt akarom még elmondani, hogy nagyon téged meg lehet szeretni azokat az embereket, akik ennyit vagy együtt, és utána most nekem például már egy ideje hiányoznak, mert most hát már hetek óta nem. Na jó, akkor itt vagyunk a végén, engedelmeddel a korábbiból, a versvirágokból idéznék kettő dolgot, rögtön meg is mondom, hogy miért pontosan ezt a kettőt, mert hát nagyon-nagyon csúnya háborús időszakot élünk, és nem csak itt Európában, hanem mindenhol, és te annak idején, mikor ezt a versvirágokat írtad, nem tudom mennyire volt ez komoly, de minden esetre egy kicsit megelőzted ezzel ezt a borzasztó kort. Az egyik azt mondja, engedelmeddel felolvashatom? Köszönöm. Kis meghatározó. A szeretet értelme a szabadság. A szabadság értelme a szeretet. Az értelem szabadság a hatalom. A hatalom szeretete nem a szeretet hatalma. Gyönyörű mély gondolat, nem kell hozzáfűznöd semmit, és ezért hoztam szóba ezt a háborús időszakot, mert itt van a másik, amit megnéztem, a körforgás. Azt mondja, a gyávaság erőszakot szül, az erőszak elnyomást. Az elnyomás háborút. A háború megaláztatást, a megaláztatás gyávaságot, a gyávaság erőszakot szül. Hát az Izi Labor és a faképnél történő hagyás és a versek és a humor és a vidámság, ami azért jellemző rád, ezek a komoly gondolatok, ezt így négy szem közt nyugodtan mondhatom, mélyek és nagyon csodálatosak. Köszönöm. Hát sajnos most is... Én egy humánus gondolkodású ember vagyok, és hát elég aggodalommal tölt el, ami most már beindult, most már egyre több helyen vannak ilyen fészkek, nagyon nem tetszik, de hát ez van. Hát akkor fejezzük be pozitívan, ahogy mondani szokták,
és akkor hát ugye akár Rátonyit, akár kit emlegez az operettből, akkor mondjuk azt, hogy tulajdonképpen az életre, most tegyük félre a háborús időszakot, ez is operett, az is operett. Csak tudni kell, mikor, hol, melyiket nézed. Köszönöm, hogy jöttél még egyszer. Nagyon köszönöm, hogy meghívtál. Ugyanaz az út, ahol megyünk, ugyanaz az ég van felettünk, ugyanaz a végtelen sok vágy, mégis minden ember más. Van, hogy új helyet találsz, mégis a régi úton jársz, nem menekülsz, nincs ragyogás. Van, aki a mennyországra lep, van, akinek annál is több kell, van, aki csak alázatban él, más meg minden útól fél. Fázol, nem vigyáznak rá, napfény nem jut el hozzá, nem menekülsz, nincs ragyogás. Ragyog a hold, ragyog a sár, van a holdsugár. Van, aki sír, van, aki vár, van, aki senkit nem talál. Nézd rám, én is itt vagyok, a remény fénye felragyog. Nem vagy egyedül, nem vagy egyedül. Ugyanaz az évbolt feszül rám, ugyanaz az Isten szól hozzám, ugyanaz a szenvedély szorít, mégis más, ami boldogít. Lelked új időkre vár, minden ablakot bezár. Nem menekülsz, nincs ragyogás.